Hello, sziasztok! Autóakkumulátor töltés labortápról. Ez egy Vantec VPS, amúgy 12.03, nagyon nem erre való, mert 120 volt 3 amper. Most erre az aksira annyit kell tudni, hogy ez már elérte egyszer tegnap este a 14.4-et, de akkor még épp, hogy elérte, akkor lekapcsoltam. És 7 óra pihentetés után, nem tudom, látjátok egy a műszert, hát nem. 12.94-en van, pedig ez ilyen 2-től most van 9, 7 órája pihen. Szóval ez majd a nyugalmi feszültségnek mondható. De most az autóaksi töltéséről annyit kell tudni, hogy 2,4 volt a vízbontási feszültség cellánként, azaz 14.4 fölé nem szabad menni, úgyhogy a feszültséget ezt mindenképp az alá állítsd be. Most csak azt akarom megmutatni, mert így, és az áramkorlátot pedig, hát mondjuk az akkumulátor kapacitásának az 5%-ára, ez egy 77-es aksi, erre kéne vagy 3800 mAh, hát annyit nem tud ez a táp, csak 3-at, szóval mindegy, engedjük el, 3 amperes áramkorlátra beállítva, és ha rákapcsolom, akkor ugye nem tudja azt a feszültséget tartani, ha nagyobb lenne az áram, mint 3 amper, ezért átkapcsol állandó áramúba, és 3 amperre tolja neki közben, irogatja vissza a mért kapocs feszültséget. Amikor majd eléri a 14 egész, mit állítottam be? Azt, amit beállítottam, nem 14.4, hanem talán 14.35, biztos nagyon biztos alapon, de most csak ez egy demo, egy gyorsított demo, mert ugye így most hamar eléri a teljesen feltöltött állapotot, akkor szépen látni fogod, hogy ugye kicsi a feszültségkülönbség az itt célfeszültség és a kapos feszültség, meg a dróton eső feszültség, ugye Kirchhoff törvény a körbe, és hogyha már nincs meg, akkor nem tudja a 3 ampert, vagyis hát nem vesz föl 3 ampert az a terhelés azon a feszültségen, amit beállítasz, az eléri a 14,35-et, az fölé nem fog menni, akkor szépen át fog lépni állandó feszültségbe, és 14,35-ön mindjárt meg is lesz, azért beszélek ilyen sokat, itt át is fog lépni majd CC-ből CV-re, itt már át kéne, itt 14,35, most 14,35 volt a kapocs feszültség, és ugye ezen a feszültségen ez a terhelés, ugye akkumulátornak az ellenállása, a kapocs feszültsége, a vezetékek ellenállása, a kontakt ellenállása, stb. Azon ez a 2,6 amper folyik befelé, és amikor ez az áram nagyon lecsökken, akkor teljesen kész is vagy. De az a lényeg, azért nem 14.4-re tettem, mert ezt most itt szeretném hagyni, ez úgynevezett csepptöltés lesz, mert ahogy ezt egyre jobban megközelíti, egyre kisebb árammal a végén majd nagyon visszaesik, és amikor már ilyen 800 mA, akkor már tényleg azt lehet mondani, hogy ez teljesen fel van töltve. Hát ennyi az aksi töltés, 14,4 fölé semmiképp nem menjetek. Hát 14,4 fölött jön a robbanás, mert ugye vízbontás, durranógáz, ez az amaz. Úgyhogy egy hótpontos műszerre a kapcsokon megmérheted, hogy mennyi van, de a 14,35 az szerintem olyan biztonságos, mert ez a táp, ez azért pontos, szerintem ez 14,35 is jelenleg is. Jó, mondjuk 2,3 amper folyik most, úgyhogy akármilyen vastag vezetéke, olyan kontakt, meg minden nincsen, úgyhogy ott a kapcsokon kevesebb van, mint itt, mert ő csak ezt tudja mérni, úgyhogy jó, hogyha 14,3 van, úgyhogy meg lehetne engedni a 14,4-et hót nyugodtan. Belemérjünk, hogy mennyi van a kapcsokon most, hogy 14,35-nek méri ő. Jaj, csak hát ezt így egy kézzel ennyi dolgot megfogni, meg közben én mutassam nektek a műszert. 14,36-ot mérő. Ezért mondtam 14,37-et, hogy 2 századdal. És ugye akkor még a műszernek a pontossága bent van, hogy ő vajon, amikor 14,36-ot mér, akkor mennyi a valóság, ezért biztos, ami biztos alapon 14,35 az általam javasolt, biztosan nem robbanás, de hogyha oda teszed a füledet és hallod, hogy nagyon pezseg,
akkor elérted azt a feszültséget, és akkor veszélybe vagy. Azért azt nem kéne elérni. Főleg egy olyan aksinál, mint ez az abszolút extra gondozásmentes, hiába szeded le a címkét, alatta nincs vízpótlóhely, úgyhogy nem szabad kiforrani belőle a vizet, meg különben nem tud megtölteni, aztán megölted az akkumulátort. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!